Az elmúlt két évtizedben több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány, mára legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól. A folyamat megfordítása közös érdekünk, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület közleményében, amelyben kiemeli a szervezet a műfészkek és az ehhez szükséges sablonok elkészítését. Hogy bárki el tudja készíteni ezeket, bemutató kis filmekkel segítenek, amelyben lépésről lépésre mindent bemutatnak. A következő percekben pedig ízelítőt kaphatnak a Molnár Fecske műfészek készítéséből, amelyet Mátics Ferenc mutat be. Odafigyeléssel a vízet öntünk bele, túl lágyra se szabad, mert akkor megrottyanik, de akkor is jó a fészek. Sok vizet vesz fel, mivel fürészpor van benne. A közleményben olvasható, hogy az állomány csökkenés megállítását a meglévő aktív természetes fészkek és telepek fokozott védelmével segíthetjük, valamint a március-áprilisban kihelyezett műfészkekkel, sárgyűjtő helyek létesítésével, valamint az ember-fecske konfliktusok hátterében álló ürülékpotyogtatás megszüntető fecskepelenkák felszerelésével. A parti fecskék esetében pedig a költőfalaik felújításával, ásóval, lapáttal, függőlegesre faragásával lehet segíteni. A klímaváltozással új kártevvés betegségterjesztő rovar és szúnyogfajok, valamint általuk terjesztett kórokozók jelentek meg Magyarországon. Az ellenük történő biológiai védekezésben is óriási szerepük van egyebek mellett a fecskéknek és a denevéreknek, amelyek természetes úton csökkentik ezek számát. Az MME tájékoztatása szerint a települési fecskeállomány ezredfordulót követő megfeleződésének hátterében az élőhelyek átalakítása, a táplálékbázis csökkenése, a klímaváltozás, valamint a kedvezőtlen társadalmi változások, a fecskefészkek leverése, a madarak elzavarása áll. Mérési adatokon alapuló becslés alapján minden fecske legalább 1 kg a muslincától a nagyobb légyméret tartományba tartozó repülő rovart fogyaszt el a költési időszakban.